A programsorozat keretében szombaton Gödöllőre érkezett a Szent Korona, amit a koronázásról vonattal városunkba érkező királyi pár kísért. A királyi várótól a kastélyhoz felvonuló menetben nagykövetek és testvérvárosaink polgármesterei is részt vettek. A királyi pár részére koronázási ajándékként átadott kastély előtt gróf Andrássy Gyula, Magyarország miniszterelnöke fogadta az uralkodót, majd a gödöllői táncosok köszöntötték őket a díszudvaron. A díszteremben került sor a Szent Korona átadására és bemutatására egy élőkép keretében. Itt Gödöllő népe megtekinthette a Délia Szalon által készített másolatát a királyné koronázási ruhájának. A számos érdekes program közül kiemelkedett Ajhakváros Bajor népi zenekarának térzenéje. A hétvége koncertekben is bővelkedik, melyek ma pénteki Gödöllői Szimfonikus Zenekar, a Városi Vegyeskar és a Baptista Központi Kórus közös koncertjével kezdődtek. Dr. Gémesi György Liszt Ferenc koronázási miséje előtt köszöntötte a nagyköveteket és Gödöllő testvérvárosainak polgármestereit. Azért ez egy nagyon komoly évforduló, hiszen tudjuk az előzményeket, tudjuk azt, hogy mik történtek Ausztria és Magyarország között abban az időszakban, és mégis az ország érdekében, a fejlődés érdekében vissza tudtak venni politikusok azokból az igényekből, amik már jogosan fogalmazódtak meg, mégis a közösség fejlődése szempontjából fontos. És azért nagyon fontos, mert ennek a 150 évvel ezelőtti jegyezésnek azt gondolom, hogy ma is üzenete. Mi egyenlőre a kulturális területen tudjuk ezt a felületet megteremteni. Mi szeretnénk a kultúrában egy olyan felületet teremteni, ahol közös pontok vannak, ahol nem a feszültség, nem a gyűlölködés, nem az aktuális erőterek erősítése a központ, hanem a hagyomány, az értékeknek a közvetítése, az értékeknek a megfogalmazása, és annak kapcsán a közös pontok megtalálása. Szombaton este Bad Ischl és Gödöllőváros fúvós zenekara ad koncertet, majd vasárnap 10 órától ismét találkozhatnak az érdeklődők a királyi párral. Az egész napos program kavalkád végén Brandiznád Lebenstara Boleszláv zeneiskolája és a Friedrich Chopin művészeti iskola növendékei adnak koncertet.